Üdv mindenkinek, illetve a baszott nagy robotok üdvözölnek mindenkit, ez itt a Hawken, gondolom így hívják. És mit mondjak erről a játékról? Nagyjából itt egy Team Fortress robotokkal, és gondoltam, hát ha érdekel titeket, illetve hát ha érdekel engem, még konkrétan látottál egy meccset, ha játszottam, de free-to-play játék, gondoltam, egy fél órát megér az életemből, érdekes egyébként, és már agyonvertek minket az első meccsen, valahogy mindenki bénább volt még nálam is a csapatban. Tehát az ilyen játékoknál az az alaptézis, hogy agyonvernek-e a legelején. És béna vagyok-e, vagy a játékban ezt arról megcsinálom, hogy mi az oka, ha agyonvernek az elején. És így agyonvertek minket az elején, de ötöt öltem meg, és hétszer haltam meg. Úgyhogy annyira nem lehet szörnyen rosszul balanszírozó, úgyhogy gondoltam, de egy próbát megér, nem fogom lefejelni az asztalt, ha mondjuk úgy érzitek, hogy ebből szeretnétek többet látni. Nem gondolom, hogy erre esne majd választásotok, mert nagyon bírtátok annál a Team Fortress, csak nekem lett volna telatokom. Gondoltam, hátha, és én most próbálok értelmesednél értelmesebb, és hülyebb dolgokról beszélni addig, amíg talál nekünk egy meccset, ez a BizBass. A játékek egy Steam-en elérhető. Mint minden, gondolom, ez is Early Access, mert ide van írva egy beta. Lehet itt minden szart csinálni, amivel nem foglalkozunk. Légy szíves játék. Egyébként, hogy érzitek magatok ez olyan a szép napon? Én remekül éppen videókat veszek fel a 31 nap 31 játék című fantasztikus sorozathoz, és ha nem tudnátok és elfelejtettem kitenni a kis szöveget a videóra, az alapján választjuk ki azokat a sorozatokat ezen játékok közül, hála az égnek, közbazdmeg. Azért az alapján választjuk ki majd a játékokat, hogy mely videóknak lesz a feltöltés után számított egy hétben a legnagyobb nézettség. De végre befoghatom a számot, és lődözhetek robotokra. Oké. Okay. Vagy hát még nem, mert még mindenkinek el kell készülnie. Itt kell készülgetni azon, hogy az ember beüljön egy bazinai robotba és agyonlőjön más bazinai robotokat. Szerintem ez egy teljesen egyszerű és egyértelmű dolog. Kicsit a Free Space-re emlékeztek, amúgy a magam ugye emlékeztek arra az űrszimulátorra. Ugri-bugri. Hát ez a warm-up megfelelője. Van egy csomóféle custom, amivel eddig nem kívántam foglalkozni. Vicces, hogy itt a warm-up alatt mindenféle baromságot behoznak neked. Fegyvereid túlforrósodnak, de ennek a Mac-nek, mi ez a Mac? Hát ilyen robot-lucian bennülök és irányítom, mint a szarabbik Matrix világban, amit a Rédik Zion. Úgyhogy túl... nem túl termelődik, túl forrósodik ugyanez, hogyha nagyon sokáig dolgozol, de ennek pont a képessége, hogy ezt lenyomja. Illetve van ilyen cucc, ami nem tudom mi, ilyen pajzs, ami mögé el lehet búrni. És ez jó, és én ezt is jól elpazaroltam. Na jó, menjünk lövöldözni. Lehet rohanni, lehet ilyen ügyes dolgokat csinálni, kikerülni a lövedékeket, és most nem tudom hol vagyunk. Mindjárt meg fogom tudni, ebben biztos vagyok. Mi vagyunk a kékek, ők meg nem mi vagyunk, úgyhogy őket lőni fogjuk. Remélem ez érthető számotokra. Áó. Ez nem esett jó. De úgy látom, hogy gyilkosan fennakadt valami, úgyhogy hát ha megval. Nem. Rémes. Utálom, hogy mindig visszadob a menübe egyébként, ez egy kicsit idegesítő dolog. Jól lehet tudni, hogy hová kell mennem. Az előző pályán azért ennél egyértelmű pont. Próbáljuk utolérni Pain Kill kollégát, mielőtt meghal. Azt hiszem ez ebben a formában nem fog összejönni. Ott fent van valaki. Előbb-utóbb megtalálunk valaki. Hello! Szia! Abban ennek itt vannak a barátaid is, az én barátaim meg nincsenek itt, és ez egy elég rossz... Áó! Káosz, őrültség, ne ölj meg, itt vannak a barátaim mögöttem, legalább ha meghalok is lesz értelme. Jó, én elbújok ebben a pajzsban, és szépen meggyújtom magam, amíg a barátaim szólja. Ne gyere be, te tulok! De. Legalább öljétek meg, ha már kinyír. Minősíthetetlenül az csapatomban megint úgy látom, megöltünk egyet, ők ötöt. Tény, hogy ebből kettő én vagyok, de erről most ne beszélgessünk, jó?
Jó, ezt meg el kéne pusztítani, mielőtt elmenekül. Jó, köszönjük. Gondolom ez a jó irány, mert a múltkor azt hiszem erre jöttünk, és valahová jutottunk. Mint a közös csapattársaim meghalnak, mert oh, hey. De elég nem szabad rakétázni. Szia! El akarsz szaladni, de cuki vagy, nem érsz sehová. Hello, szia, te nem vagy cuki, te nagyon mondhatni cukitlan vagy. Áh, meg a barátod is az volt. Gondolom, ha több csapatmunka van, ez egy egész jól működő játék lehet, így most mindenki rohangál össze-vissza és meghalnak. De én vezetem a csapatot, csak szólok, mielőtt lefikáznád, hogy ebben legalább olyan szar vagy, mint mindenbe, amiben lőni kell. Ó, sziasztok! Ó, leugrott. És ha nem ment nagyon magasra, hát nem ment magasra konkrétan itt van. De a csapattársamat lövöm. Most már biztosan nem, de legyen ott, de biztosan egyszerű. Aha! Elvinnék őt is kapni? Lehet, de talán inkább javítsunk ezen a cuccon. Reméljük, hogy közben nem ölnek meg minket, mint az előbb, mert ott van valaki jó magasan. És nagyon szeretne engem megölni. Rohadj meg! Ilyet neked nem szabad csinálni. Hát úgy látom aranycse. Ó, szia! Ne legyél ilyen ügyes ebben a játékban, kérlek, hanem egyszerűen add fel és hajj meg. Mondom, add fel és hajj meg! Hú, de megöltem, mielőtt meghaltam. Jó. Ez is valami. Továbbra is én vagyok a legjobb, bár ezt azt hiszem eddig is lehetett tudni, ha csak az én véleményemre hallgattok velem kapcsolatban, hogy én vagyok a legjobb mindenben, amit csinálok. Szia! Rossz irányba nézel, mert én itt vagyok. Szia! Kérlek, folytasd jó szokásodat. Hol az ellenség? Ott van egy ellenség. De mit csinálok? Nem tudom. De nem tűnik okosnak. Szia! Nem gondoltad, hogy ide jövök mi? Haha! Az Odamenés című ravasz stratégia ismét győzelme végződött. Ebben a cuccban lehet javítani, ami nem tudom pontosan, hogy működik, de működik. Hol az ellenség? Nem szeretnék leesni. Ha epilepsziás romotok van a játéktól, bocsi. Nekem az összeg a szia. Az a fejem, amire te megpróbálsz ráugrani, nem vagyok izé. Hol vagyok? Jó, innen azt nem tudom kiütni, hogy ketten lőnek ránk. Vagy talán hárman is. Jó, az a cél, hogy jöjjünk meg még egyet, mielőtt meghalunk. Nem, most nem jött össze, amúgy pedig el. De legalább egy asszisztot kaptunk, nagyszerű. És még mindig, egyrészt jók vagyunk, ami döbbenetes számra, másrészt a ping szar mindenkin. 200 plusz Counter Strike-ben elég szar lenne. Vagy meglátunk egy jelenséget? Hol? Valahol. Nem tudom, hol. Én nem tudom, hol. Ja, ott fent van. Csó. Hajj meg! Ez robotokra is vonatkozik. Nem tudom, honnan öltek meg. Valahonnan, ahol ez a hely van. És én nem is ravaszul meggyógyítja magát. Én ezzel nem szoktam szórakozni, mert nem eléggé rambós. Mert két játék után ne tegyünk úgy, mint hogy a kialakult szokásaim lennének ezzel a produktummal kapcsolatban. Szóval édesen kaotikus számra az élmény, és csak feltételezni, hogy legalább néhány lövedékem talál. Kaptam asszisztot, úgyhogy igen. Jaj, de cuki vagy, neked alig van életerőd, és el akartál bújni. Nem bújtál, bocs. Szia! Te nagy vagy és ronda, kérlek szűnj meg! Meg a kis barátod is. Úristen. Itt gondolom megtalálnak és megölnek, de hát ha nem. Fú. Nem tudom, hogy sikerült. Nem fogok panaszkodni. Ne
Nem tudnak a rakéták célkövetőek, egy gondolom nem. Ezt megölte valaki, vagy nekem kell? Mindent nekem kell csinálni? Igen, mindent nekem kell csinálni. Szia, nagy gondoság. Úgy teszek, mint aki tudja, hogy mit csinál, nem igaz? Nem, igazából úgy se teszek. Még véletlenül se értik a szétkiba. Szia. Versenyezzünk, ki hal meg előbb. Ezt nem szabad csinálni, amit te csinálsz. Ne ugrabugrálj, azért mert nem tudok ilyen jól ugrabugrálni, nem jelenti, hogy neked lehet. Én nyertem. Megnyertem a ki hal meg előbb versenyt. De ügyes vagyok. Úgy látom, hogy más is lőtt ránk. Tovább is, hát... Nem vagyok annyira reménytelen, mint gondoltam, sőt igazából mondhatjuk azt, hogy mindenki más az. Menj az útból, bazi nagy dobot. Én akarnám megölni. De egy többen is vannak, ugye ezt össze meg fogom bánni ezt a bátor hadműveletet. Hé, hé, hé! Jó. Próbálkozzunk újra, mit szóltok hozzá. Ha követhetetlennek találjátok a játékot, akkor az valószínűleg azért van, mert számomra is az. Újra tölteni nem ér. Áll. Undormány. Nem tudom, hogy a free-to-play mechanizmus milyen a játékban, hogy aki fizet, az nagyon jó jár-e, vagy sem. Ennyit még nem foglalkoztam, hogy tudjak. A Steam kritikák pozitívak, azt néztem. Segítség. Erről nem volt szó. I never asked for this. Ah. Igazából eddig azzal jártam, hogy nem mentem ilyen 3-1 ellen hülye harcokba, de hogy megtaláltam szerencsésen, ösztönösen, hogy mikor kiket érdemes lőni. Most azonban ezzel nem járok olyan jól. 30 másodpercünk van, úgyhogy talán még egy. Nem. Semmi. No. Brühühű vesztettünk. Meg kell mondjam, ez annyira nem fáj. Szóval ez lenne a Hawken. És azt hiszem most így nagyjából a lehető legőszintébb képet adtam arról, hogy mit gondolok a játékról, hogy mi a képem a játékról. Egész jó mókat, de hogy... Én tényleg Team Fortress robotokkal kezeld a helyén. Ha szeretnétek belőle többet látni, hát akkor áll rendelkezésetekre. És akkor ugye minél többen megnézitek, minél többen megosztjátok, annál nagyobb a sansza, hogy ez lesz az egyik sorozat. És innen folytatjuk legközelebb.